Hosszú évek kitartó munkája van amögött, hogy Moson Magyaróvár kapta a Virágos Magyarországért verseny fődíját. Így városon képviselheti Magyarországot a 2016-os Európai Virágos Városok és Falvak versenyében. Napelemek biztosítják a villamos energiát az egyik bölcsődében, valamint két az utánpótlás nevelést is biztosító sporttelepen. Ahogy azt a regionális zsűri látogatására televízión készítette filmben is láthatták, többről van szó a versenyen, mint egyszerűen arról, hogy hány tő virágot ültet városszerte az önkormányzat. A környezettudatos fejlesztések, mint például az energiahatékonyság növelése és a megújuló energia használata épp úgy szempont, mint az épületek környezete és a rendezett városkép. A díjátadó tegnap volt Budapesten, ma délelőtt pedig a Városházán ismertette a további terveket Árva István polgármester. Mivel a nemzetközi zsűri 2016 nyarán keresi fel városunkat, addigra elkészül a magyaróvári belváros rehabilitációja. Értem alatta a burkolatoknak a felújítását, megújítását, tehát a díszburkolatokat, a díszvilágítást, adott esetben a köztéri utcabútoroknak a cseréjét. Azt szeretnénk, hogyha jövő nyárra a magyaróvári belváros hát a mostaninál szebb, elegánsabb képet mutasson. A Nemzetgazdasági Minisztérium és a Magyar Turizmus ZRT is 500-500 ezer forintos támogatást ad Moson Magyaróvárnak. A verseny aranyfokozatú támogatója további 1 millió forintot ajánlott fel a játék az évelőkkel térben és időben elnevezésű látványpark megvalósítására. A művelődési központ és a rendőrség közötti terület lenne felújítva, és az ötleteink szerint ez tartalmazna egy közösségi fűszerkertet, ami szerintem az országban egyedülálló, nincs ilyen, és maga a parknak a megújítása is egy közösségi tér létrejöttét segíteni elő. Most is parkként működik, csak a funkcióját nem igazán lelték meg, és mi megpróbáljuk ezt elősegíteni, hogy mind a kicsi, pici gyerekektől az idős nyugdíjasokig élvezni tudják ezt a közterületet, annak megfelelően, hogy ahogy megszépül. Egy holland céggel kötött megállapodásnak köszönhetően jövőre 30 ezer egynyári növényt ültetnek ki, közvetlenül a rendőrség mellé, hangzott el a sajtótájékoztatón. Moson Magyaróvár az 50 ezer lakos alatti települések kategóriájában indult, és Dunakilitivel együtt nyerte el a Virágos Magyarország verseny fődíját.